Véletlenségből éppen motorvásárlásban vagyok, föl is adtam a hirdetést a Harley-ra. Nem tudom, hogy beleírtam-e a vidéki állatorvost, a nem dohányzást és a kategóriaváltást, de a kategóriaváltás igazából igaz, és a kapudrog, amelyik eltérített cruiser irányból túra enduro irányba, az természetesen házon belül jött a Harley Davidsonnál. Azt mondom, hogy egyelőre szerintem nem Harley-s, de majd lesz. A Pan America tavaly, ami kijött a Harley Davidson túra endurója, zseniális motor, sose gondoltam volna, hogy én egyszer élvezni fogok tudni egy túra endurót. Aztán valahogy elvesztettem ezt a túra enduró szüzességet, és megállapítottam, hogy élvezem. Úgyhogy, hát amíg megjelenik a Harley Davidson, a cruiserekre is a gyorsváltó, ami nálam a válók volt, hogy az újon nincs, addig is túraendúrókat nézegetek, és teszteltem már a Honda legendáját, amelyik véletlen szintén egy földrész, bár nyilván a Hondáé, az Africa Twin hamarabb kész volt, mint a Harley-nak a Pan Amerikája. Élvezetesen tud vele motorozni, bár itt az a Kaltekuklu bevezető szakasz egy kicsit talán szűkös, ott látom lobog a kutya füle. És akkor most egyszerre csak rájöttem, hogy tulajdonképpen a világ legjobb, az emberiség történelmének legjobb túraendúrója még nem is volt nálam, ez pedig a BMW R akárhány GS. Azért nevezem R akárhánynak, mert ez ugye most egy finom modellváltás volt, tehát az elődje az R1250 GS, ez pedig 1300 R1300 GS, gelende és strasse, vagyis terepre és útra, de ez azért az országúti gumikból is kiviláglik, hogy ez egy közútra szánt túraenduro, ahol az endurosság előnyeit kellemes kanyargós utakon élvezhetjük, különös tekintettel arra, hogy Magyarország úthálózata már erősen túraendúros jelleget öltött. Ha mit hiteltek? Szerintetek sikerült, hogy a Tomázi Filiszent Lászlóig rájönni, hogy lehet bekapcsolni a műszerfalat? Hogy tudok innen jönni? Menni? Ó, gyűrű, egyik irány, másik irány. Másik irány. Nem. My vehicle. Nem. Olyan a szévédő. Viszont rájöttem, mi az ACC. Az Adaptive Cruise Control. Ugye? Ti mind tudtátok. Olyanok vagytok, hogy főleg a BMW. Látom az ország, Ez azért egy kis hátulütő szerint, tapasztalatom szerint, ismerettségi köröm, BMW-s, túra BMW-s ismerettségi köröm alapján levon tapasztalat szerint, nem váltottam itt is a kettőt, egy most között a háromszörnyen.
Ja, és a hátás lámpa, hogy egy robotkorból gyillog, azt lehet állítani valahol. Hasonló építési mód, mint az Africa Twin Adventure Sports változata, tehát hogy 19 colos kerék elől, 17-es hátul. Hasonlóan liftezik a futómű, mint akár az Africa Twin Adventure Sportsnál, akár a Harley Davidson Pan Americánál, csak ennél ugye egy boxermotor van, hiszen a BMW az nagyjából nagyobb és egyenlő boxermotor. Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Nägeln. Árban nincs nagyon távol az Africa Twin Adventure Sports-tól, tehát az olyan 7.3 millió körül, ez meg 7.8 millió körül indul. De az Africa Twinben már benne van az elektromos futómű, meg egy csomó dolog, ami ebben még nincsen, és hát nagyon nehéz a BMW honlapon konfigurálni, hogy akkor most pontosan ez mennyibe is kerülhet. Ja, mert az van, hogy konfigurálod, nem változik az ár, és kérdeztem a BMW-nél, hogy azt akkor hogy csináljam, mert csak az van odaírva, hogy érdeklődjön márkakereskedőjénél, de hát én nem akarok márkakereskedőknél érdeklődni, én konfigurálni szeretnék a honlapon, de a magyar BMW importőr nem szabja meg a kereskedőjének, hogy mennyire adják, szóval érdeklődni kell, érdeklődj márkakereskedődnél. Én úgy képzelem, hogy hát a Hondánál valami 500 000 forint az elektronikusan állítható futómű felára, a BMW-nél nyilván több, ülés, fűtés, ez a fényezés, ez, ennek meg tudják mondani az árat, ez ami 360 000 forint. Én úgy képzelem, hogy egyébként fehérben, a sima fehérben, az alapáras fehérben szebb, de a BMW-sek valójában nem is annyira márkarajongók, azok már inkább kisegyház, tehát nem is mertem BMW-st megkérdezni, meséljen erről, mert valószínű meg is ölt volna, hogy mi az, hogy kételjeim vannak ezzel kapcsolatban. A BMW-sek azok egy külön ilyen karizmatikus kisegyház, tudják, hogy az övék a legjobb, és dőfös arccal motoroznak ki a világból csodálatos motorkerékpárjaikon. Hát egyébként a GS már 30 évvel ezelőtt, amikor még ehhez képest harmadgyenge volt, akkor is olyan motor volt, hogy tényleg az Alpokba hosszasan kergettél valakit, aki rengeteg csomaggal, másodmagával, és alig érted utol egy sportosabb, nem megpakolt motorra, mert egyszerűen futóműből annyira jól tudott motorozni. Na, szóval, hogy ismeretünk körömre, saját tapasztalat, hogy aki BMW-s esett, ilyen GS-sel, van mindig így történt, hogy erizetlen ezzel megszokódik mindenkinek, és akkor tudod, vannak a kellemetlen találkozások a fizikával, hogy mondjuk egy vízárfolyáson, nem tud olyan tapadást lenni, de ő mindig így történt azon a kanyaríven, a motorját, ahogy szokta, hiszen hát mi baj lehet, hiszen a BMW-t mindig mindenek csinálják. Sose fogjuk megtudni a dőlés szögemet, mert hát sajnos nem találok vissza. A Münster falodája arra jó helyre, a Hungó. Van így szoktak felborulni, elcsúszni. Hát, hogy a dobozok mennyibe kerülnek erre, azt elképzelni nem tudom, belegondolni nem merek. A Honda Africa Twinnél 1.600.000. A három doboz. Lehetne még erre rendelni egy ilyen blokkvédőt, bár itt azért van egy, azt hiszem, hogy ez egy ilyen karbon védőlemez, és itt van a, nem tudom, ez a cikk száma, hogy ez alapján kell megrendelni, de van még ilyen megrendelhető külön kengyel, ami hát olyan védőrácsként is néz ki, szerintem ez is 719, ja nem, ez a csomagnak a száma, szóval ezek ilyen különleges lábtartó, szerintem ez a fékpedál is abban az optionbe tartozik, hát hogy mennyibe kerül az Akrapovics kipufogó, abba szerintem ne gondoljunk bele. Extra ezen ez a kibővített markolatvédő. Újdonság az index. Na, ugye, Holdról is látható index, szóval ebben egy kis irónia, tudod, hogy a BMW egy új indexet fejleszt. Úristen,
hidraulika olajtartály, meg főfékhenger is ennek az opciós csomagnak a része, mindent ráraktak. Ez a tankvédő, ugye, hogyha így rácsúszol, ne karcold össze, meg esetleg kisebb erővel vág tökön magad egy huppanón, hát a szokásos, számomra nagyon nehezen megfejthető logikájú BMW vezérlés, bár motoron, ennek sokkal több értelme van, mint autón, emlékszem valamikor 2000-2001-2002 körül jött ki a BMW autókban az iDrive nevű rendszer, ahol a Saab stílus elleni lázadásként, hogy ne legyen annyi gomb, hogy tisztább legyen az egész, egyetlen ilyen krómegérrel lehetett mindent vezérelni, hát az volt csak az igazi veszőfutás, és hát közben kiderült, mióta feltalálták a tabletet, hogy tulajdonképpen a gomboknak mégiscsak van értelmük autóban, hogy egy mozdulattal oda nyúlsz. Motoron viszont szerintem, ha egy motoros ezt megtanulja kezelni, hát akkor nyilván sokkal jobb, mint ha gombokat kéne keresgélni. Ezen az alacsony ülés van, egyébként egy ilyen egyben lévőnek látszó üléssel adják, és így, hogy áll a motor, így hát nevetségesen alacsony, de hát persze, ha ráadom a gyújtást, és beindítom, és fölveszem már emeli a seggét, és már emeli az orrát, de így még mindig leér a lábam két teli talppal, szóval még így is alacsony, menet közben azért még egy kicsit magasabbra emeli. Úristen, mintán nem nagyon vastag farmerben vagyok, kicsit érzem, de nem érzem, és nyári kertében. Ez csak egyet fokozatom, hogy a másikát. Hát valószínűleg ez egy jó kúr, amikor mit csináljunk. Talán még ezt a varrógyus hangot is megnyitáltanánk, de azért vagy a Harley-nak az a kellemes doromboló zakatolása kéne, vagy tényleg megbocsátanám a Hondának a szarrágásból elkövetett 270 fokban elé kettőtengelyes a kettesú. Ja, és integrált a fék, de most elég hamar lekattogott. De most elég hamar lekattogott az ABS. Így viszont lehet, hogy bejutok a menüben olyan helyekre. Várjunk csak. ACC Heating Windscreen, ugye ezzel váltok a különböző módok között, hiszen mondjuk, hogyha windscreenre rakom, akkor utána ezzel a gombbal állíthatom be a szélvédőt, amit nyilván nem kell egyfolytában nyomorgatnom, úgyhogy ha átállítom a DTC-re, ez a dinamikus mód, gondolom, vagy ez a, ja nem hülye vagyok, ez az emelés, akkor most emelném, de nem engedi emelni, viszont állíthatom a lengéscsillapítást, most dinamikban van, road, ja dinamik nyilván az alacsony, rakhatom roadba és offroadba, ride height, ha? Ja, és akkor most lement, na, logikailag közepesen rettenetes, én nekem legalábbis az agyam nem áll erre rá, de ez kizárólag az én agyamat minősíti. Amúgy olvastam egy angol tesztet, ahol szépen kiszámolták, meg még szerkesztettek is egy ábrát, amiből kiderült, hogy az üléshelyzet egy kicsit helyszűkésebb lett, tehát hogy hátrébb került a lábtartó. Hát figyelj, nem tudok ezt hozzászólni. Egyszer mentem ilyen BMW-vel, akkor megállapítottam, hogy ez egyszerűen túl jó, és
és hogy döbbenetes, hogy kanyarban, ha az ember fog egy kátyút, akkor nem veszi észre. Tehát ha nem látja, nem veszi észre, annyira kisimítja az úthibákat. Szóval nem tudom igazából, hogy miben különbözik mondjuk az ülés helyzete az elődjéhez, az R1250-hez képest. Óriási szerencse, hogy Mackó úr csinált egy tökéletes összehasonlító tesztet az előd GS-ekhez képest, meg ő emlékszem, hogy a tréningeket is BMW-vel tartotta, szóval ő egy rendes BMW-s, aki ért hozzá, én inkább a Harley-val és a Honda-val fogom összehasonlítgatni. Oh, de jó, de valami növényszag. Hogy a leszár, kiszeres szar. Szóval azt is nem csodálom egyébként, hogy a BMW-s mert annyira, nem tudom, Uberman szép a Wehrmacht egyszerű harangfokozati beszállítóját. Hát, a gyártott motorok kapcsolatban lehetem kívül. Szóval ezek az Uberman kompletikusziak időnként elegső BMW-s hajtikáim azok. Október 23, úgy jó hosszú hétvége, megyünk Erdélybe, mondom, néha. Erdélybe, mondom, október végén, 5 fok van, hát A legfontosabb nyilván, amit tud ez a motor, az a, amiről híres, az a telelever és paralever felfüggesztés, ugye a teleszkóp szárak, az a lényeg, hogy egy enduro motor, gondolom ennek is menet közben 250 mm a szabad hasmagassága, szóval, hogy mivel az enduro motor magas, ezért hosszú lesz az első teleszkóp, és fékezéskor nagyon megváltozik az erőhatás hatására a futómű geometria, és ez megcsinálja azt, ez tudja azt, hogy fékezés közben nem bólint be, és nem változik a geometria. Kicsit hasonló, mint az új Honda Goldwing, csak ott két kereszt lengőkar van, itt viszont egy lengőkar van, ott egy felfogatási ponttal. Ezek a szárak itt valójában nem rugóznak, csak ilyen vezetősínféle szerepet töltenek be. Itt van egy rugós tag, ez rugózik és gátol, sőt van még ott egy kormánylengés csillapító is, és a Mackó úrtól tudom, hogy eddig az angolok ezt valami gömbcsapágynak írták, bearing, de hát a bearing azt hiszem szilentet is jelent, tehát itt egy elmozogni képes gumi szilent volt, aminél fogva forogni tudott a futómű, és hogy most már ez itt van középen, ebben a kormánycsapágynak látszó dologban, tehát ennyit változtattak rajta, nekem aztán fogalmam nem lesz, hogy az elődhöz képest hogy viselkedik, és hát a paralevel hátsó futómű lényege pedig, hogy a lengőkarja, itt nincs is lengőkar, hát ez egy karú, szóval itt a lengőkar, ami egyben a kardánt is magába foglalja, nagyon bent a váz közepetáján kapcsolódik a vázhoz. Mindegyikhez van egy csomó animáció a YouTube-on, érdemes ezeket megnézni, hát én hozzászólni, csak ahhoz tudok, hogy itt van egy telefontartó. Juhu! Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Újdonság, hogy volt egy térhálós hátsó segédváz, azt tartotta az ülést meg a csomagtároló rendszer. Itt most egy könnyűfém öntvény, ami így feketében szerintem jobban is néz ki, mint valamelyiknél ezüstfehér.
és hát ezt tartja a csomagtartó rendszert, ami most már központi záras. Itt elhúzunk egy kis reteszt, ezt megnyomjuk, és kinyitjuk. Ha! És erre is megérkezett szerintem, ez a BMW R18-on mutatkozott be. Néhány évvel ezelőtt. És ha indexelünk, akkor így néz ki, a hátsó index egy kicsit kevésbé látványos, mint az első. A tank csak 19 liter, a nagy tankos, az a GS Adventure, ja, az előd modellhez képest, most már ezt is tudom, egy kicsit slankabb lett itt a tank, és aki 25-30 literes tankot akar, annak ott van az R1003 GS Adventure, amelyik egy nagy ormótlan tankja van, de szerintem ezzel a 19 literessel is azért egy 350-400 kilométert biztos el lehet menni. Vízhűtéses boxer. Igazából nem tudom, hogy ez hány centivel lehet így rövidebb, mint az R1008, mert azért ez is eléggé kiáll, de nem lesz tőle a motor szélesebb. Mondjuk a kormány az jó széles úgy, ahogy van. Media, telefon, settings. És akkor assist vehicle setting. Mindent lehet állítani a végtelenségig. Damping configuration. Cruise control. Aha. Ugye, nem, várjunk csak. Ezen is, igen. Ezen is van adaptív tempomat. Várja, nincs érintőképernyő? Nincs. Cruise control, akkor egyből a cruise controlba megyek. Dinamikus karakterisztika. Legyen kényelmes. Na. Comfortable. Miért nem? Aha. Oké. Mi is az oké? Ez az oké. Oké, jó. Hát állítottam kényelmesbe. Jaj, de jó. És akkor most visszamegyek. Front collision warning. Ütközés védelem. LCV. Ó, bárcsak tudnám, mi ez az LCV. HSC Pro. Nyilván ilyen egykerekezés, gátlás, meg egyéb állatságok. Damping configuration. Road. Csillapítás. Országút. Sport. Enduro. Jó. Basszus, jó a rendszer. Jó a rendszer, de ezeket menet közben nem lehet tekergetni. Tehát ez itt kell állni. Felkapcsolt helyzet. Ja, helyzetjelző. Igen. Na, most nem is ég. Mi van? Be kell indítanom? Várjál. Aha. Most így ég, és a BMW-sek legfontosabb extrája, ez a rohadt ködlámpa, aminek ugye a ködhöz nyilván semmi köze. Az azért van, hogy nyomatékosítsuk jelenlétünket. Engem mondjuk idegesít, ha szembe jövök velük, tehát szerintem egy kicsit ez vakít, és a vakított ember nem hiszem, hogy jobban lát. Viszont itt a szélvédelem látszik, hogy ez zseniális, tehát egy lemez, két lemez, még ez is szerintem extra, tehát elég szépen megtöri a turbulenciát. Nekem azt tetszik kevésbé, hogy ezek az alsó részek így felfelé kunkorodnak. Nekem azt tetszene, ha így lenne egy ív. És amelyik ponton engem a BMW GS elveszít, az ez a csőr. Tehát lehet, hogy ez egy ilyen nagyszerű offroad csőr, vagy én nem tudom. Nekem jobban tetszene, ha itt véget érne a fejdom, itt lenne benne a lámpa és a sárhányó. De tudom, hogy ilyen eretnek, kreténségekről soha nem tudnék meggyőzni egy BMW-st. Várjál, mi is van az ülés alatt? Ja, az ülés alatt itt az ülésfűtés külön gombbal kapcsolható, bár menüből is. Azt mondja, hogy... Ó, aha. Hát egy kis madza. Kezelési útmutató, de cuki. Na.
Igen. Ja. Van valami, amit nem mutogattam? Már remélem nincs.